Sziasztok! Majd nagyon izgalmas, legalábbis hát nekem nagyon izgalmas videóval jelentkezem hozzátok. Csak közben kijöttünk egy kicsit a kertbe játszani. Liza már itt felsorakozott a fűnyírójával. Alex meg itt van bent, így a hintágy mellett, ahol tulajdonképpen ülni fogok, ott van mellette a matracon. Nem tudom, párnára ledőlt, vagy nem tudom, mit csinál. Lehet, hogy majd kinéz hozzánk ő is, nem tudom. Szóval ez egy retro játékos videó lesz. Ugyanis olyan szerencsés voltam, hogy tulajdonképpen elindultam egy anyukához, mert nagyobb gyerekes anyukához két dologért, és nagyjából a félgarázsukat elhoztuk. Potom összegért, mert majd a... Nem is tudom, hogy csináljam, hogy a videó végén mondjam el, hogy mennyibe került az egész pak, vagy most mondjam el, és akkor majd nézzük meg. Nem, azt fogom csinálni, hogy elkezdjük nézegetni a dolgokat, és rákeresek közben marketen, ebay-en, stb., ahol találok ilyen régebbi játékokról információt, és nagyjából árakat, azokat ki fogom írni, külön-külön, így csomagonként, játéktípusonként szerintem, és akkor a végén elmondom, hogy mennyit fizettem, és akkor kiderül, hogy mennyire érte meg, vagy nem érte meg, hát nem tudom, majd kiderül úgyis. Mindjárt megértetek, hogy miről van szó, nem is csigázlak titeket tovább. Ja, azt még elmondom, hogy a hölgynek a két lánya, az egyik 16-17 éves, a másik pedig 19 éves, és nekik a gyerekkori játékaikat hoztam el, és még azt is elmondom, hogy nagyon sok olyan játék van, amit nekem gyerekkoromban kedvencem volt, és sajnos nekem szinte semmi játékom nem maradt el, mert régen apukám még túl nagyon hirtelen költöztünk el, ebben nem is megyek bele, viszont minden játékom ott maradt, és gyakorlatilag semmilyen Barbie-m, pónim, semmi külsök, semmi nem maradt a gyerekkoromból, úgyhogy tulajdonképpen ezért is vártam Magyar Liza lassan 3 éves kor köré érjen, és elkezdhessünk az ilyen gyerekkori kedvenceimmel játszani, és ezeket megpróbálom most így beszerezgetni innen-onnan, úgyhogy akkor kezdjük is el ezt a videót. Nem is beszélek tovább, kezdjük is el. Szóval ez lenne az a teljes mindenség, amit vettem ettől az anyukától, a garázsukból. Négy kis zacsinyi cucc, egy nagyobb szatyorni cucc. Az első szatyorból a babákat kivettem, nagyjából ezek már csak ilyen kiegészítők, meg itt van egy ilyen kis maracka, de a babákat kivettem és csoportosítottam, amennyire, hogy tudtam. Ebben biztos vagyok, hogy ez a kettő, ezek bratzbébik. Akkor ők, hát random kutyusok. Van egy kutyusos játék a pakban, egy, nem is tudom, házikószerű dolog, és ahhoz szerintem ezek a kutyák tök jók lesznek. A legizgalmasabb ebből a pakból ezek a Polly Pocketek. Igazából nekem kiskoromban nem volt ilyen babám, szóval úgy tudtam őket beazonosítani, hogy rajtuk van a Mattel felirat, úgyhogy meg nagyjából ugye az egyforma méretűek nyilván ők. Ő is az egyébként a kis szoknyája alatt van, vagy a fejénél.
Talán a fejénél. Aha, ott van a Mattel. Hát a 2004-es Polly Pocket babák. És akkor ő hozzájuk a többi zacsiban lesz majd. Azt hiszem egy jaktszerű, meg talán autók is lesznek. Őket nem ismerem. Talpukon van valami Groovy Girls Ivett. De általában a dolgokból kettő van, mert a hölgynek kettő lánya van, úgyhogy sok dologból duplán bevásároltak. Groovy Girls Bindi. Ők valamilyen autóval jöttek, úgy emlékszem, azt mondták, hogy nekik valami talán mágneses autó, vagy valami ilyesmiük van, majd megkeressük egy picit később. Ők fogalmam sincs, hogy kik. Ha valaki tudja, akkor léci írja majd meg nekem kommentben. Nincs rajtuk semmilyen megnevezés. Valami hátul, be lehet dugni valamit oda a hátuljukba. Úgy látom mindegyiknek, hogy őket lehet valahova feltenni. Nem tudom, őket nem ismerem, de kis aranyos babák, úgyhogy ők is jöttek a csomagban. És akkor mindjárt megnézzük, hogy milyen kiegészítők vannak még itt a csomagban. Sajnos a brasszbabáknak a két kis cofliuk az nincsen meg, és sajnos csak egy fülbevaló van hozzájuk. Neki sincs, mert sajnos ő a Chloé baba. Ő meg szerintem a Jázmin. Azt hiszem. Hát ők nem valami szépek, de valahogy én már annyira ráállt a szemem ezekre a nagy szemű brac babákra, hogy nekem már ők tetszenek. Úgyhogy nekik nagyon örülök, hogy ők hozzánk kerültek. Na, az acsi további tartalmát kiborítottam ide, úgyhogy meg tudjuk nézni, hogy mik vannak még itt. Hát szerintem ez Polly Pocket cipő lesz. Úgyhogy majd kiderül, hogy itt van. Megvan a párjuk. Ez annyira cuki. Hopp, a virág. Valahol van a virág teteje is, megvan valahol a szirmai. Így ott oda teszem. Hú, mennyi minden van itt. Egy kis piknik kosár. Nincs benne semmi. Erre emlékszem. Hát ez egy sülcsirke. Ilyen citromos saláta ágyon egy sülcsirke. Ezt a Barbie-nak szántam egyébként, a Barbie-nak az ebédlőasztalára. Hát ebből kettő dolog is van, de fogalmam sincsen, hogy ez mi. Egy vödör. Szerintem ez Polly Pocket kis tatyó lehet. Jó, egy telefon az nagyon jó. Ezt emlékszem, ezt megnéztük, és mondtam is, hogy a mi gyerekeink már nem tudják majd sajnos, hogy ez a telefon, ez micsoda, maximum majd múzeumban ez egy Barbie telefon lesz. Hát szerintem ezek azok a kis paketkáinknak a kiegészítői, nem tudom, ez valakinek a kontja. Gondolom, ez is ide való. Ó, de egy cuki kis Maci. Flamingó. Akkor van nekik öltözetük is. Mármint úgy értem, hogy nem csak a cipők, hanem milyen felső részek, nadrágok, szoknyák. Nekem sosem volt sajnos ilyenem gyerekkoromban, úgyhogy nem igazán tudom, hogy ők micsodák. Ha valaki valamit felismer innen, és gyerekkorában volt, akkor
Írja meg ezt nekem, Léci. Ha valamit nem jó helyre teszek, vagy nem jól azonosítok, akkor azt is, Léci. Hopp, egy kis sportcipőszerű dolog. Ezek a nagyon picikék, ezek rizálnak most, még nem lesznek jók. Jó, Istenem, ez a kis flip-flop papucs. Úristen, de picike. Ez egy kis mobiltelefon lenne? Kis karamcipő, a kanál. Milyen pici. Csirkéhez képes. Hát ez Barbie kanál egyébként. Na, egy kis baseball sapi. Nem tudom, az a cipő miért van így ezen itt. Kérdőjel. Ez is fel van akasztva valami válfára ez a ruha. Ú, Lizának ez nagyon fog tetszeni, egy kakas, pipi, oda. Ez nem tudom mi, ez valami tehénnek a, vagy lónak a kifutója lehet. Majd a póniknál, vagy nem tudom, milyen pici póniaink nincsenek, úgyhogy nem tudom. Ez szerintem ez egy régi fényképezőkép. Gondolom, jó, és ki? Jaj, de cuki! Kinyomta. És így vissza lehet tekerni. Aha. Hát ez nagyon jó. Hát, hogy ez itt lesz Pet Shop. Hasbro. Jó. Akkor a mágneses ruha. Polipoketnek mágneses ruhája van, ez is mágneses. Na. Jó, még egy ilyen válfás. Egy magnó. Hát a gyerekeink már este nagyon fogják ismerni. Jó, ez egy, szerintem ez egy Barbie szemüveg lesz. Barbie kopacba tesszük. Ó, még egy ilyen cserepes virág. És oda. Egy miniatűr kis cipőcskék. Flip-flopnak meg lesz a párja. Azt nem nagyon látom egyelőre. Ez is szerintem egy Barbie vagy Bratz baba fülvédő lesz. Húha! Lehet, hogy a nem, ez még egy ilyen, vagy ez egy mobiltelefon, nem? Vagy egy nem, nem jégkrém. Jégkrém? Nem jégkrém. Ez egy mobiltelefon. Jó, válfa. Szerintem ez Barbie ruha válfa. Ott egy kis karamcipő, az megvan. Ott egy kis flip-flopot, sajnos nem látom. Hoppá, közben Liza valamit itt lejtett. Semmi baj! Jó, még egy ilyen hosszú haj. Ez is mágnessel. Na most akkor megismerkedünk. Hopp, egy csizma, de van párja. Csizma nekik. Szerintem a polipaketeket külön fogom gyűjteni. Meg az ő alkatrészeiket. Na, egy kis bárszék. Szerintem ez is tuti nekik. Kis tatyó. És hát, jó. Csont. Oké. Okay. Ó, kis virág, de cuki. Na, még egy csizma. Kis tatyóka, fagyi, kefe, még egy kis táska, egy kis magnó, fagyi, ez nem tudom mi. Talán erre, ha rákeresek majd, akkor kiderül, hogy minek volt ez az alkatrésze. Hopp, egy táska, de szerintem ez inkább nagyobb Barbie méretű. Nem lehet becsukni, mert valami kis pöcke hiányzik. Fagyi. Ez nem tudom, hogy micsoda. Vázaszerű. Jó.
Jó, egy kis cipőcske. Hát nem tudom, hol valahol fel kell akasztani ezt a nyugágy, vagy hintágy, függőágyat. Szerintem ez az a véki. Na, akkor ez egy nagy baba, szerintem ez is ilyen Barbie-nak gondolom én távcső. Hát, ja igen, ez egy ilyen váfa a kis pocketkék ruháinak, egy szék nekik, tatyó, hajkefe, még egy haj, hát ez egy bokor, gondolom ide, akkor ez egy virágcsokornak lenne a papírja? Nem tudom. Ez érdekes. Ez olyan, mint amikor a babáknak mossuk a haját, és nem szeretnék, hogy a víz a szemébe fröcsköljön, és oda szoktuk tenni rájuk. Hát jó. Nem tudom. Ez egy Barbie. Nem tudom, mi ez. Pezsgő. De Barbie-nak való. Pocketruha. Még egy kis pocketruhácska. Ez egy fényképezőgép. De jó Isten, mekkora. Hát, ez nem igazán egy vlog kamera, vagy ez egy videókamera? Ez inkább már Barbie méret szerintem. Jó, még egy ruha, már nem sok van ebből. Egy székecske, locsolókanna, szerintem az ide. Ez szerintem egy Barbie-nak lehet a koronája. Hajszárító, szerintem... De nem tudom most. Pocket vagy Barbie? Mind a kettőnek jó, mindegy, ide teszem. Még egy ruha. És valamilyen csillag. Na hát akkor ez sikerült szétválogatni. Ezt nem tudjuk, hogy micsoda. Ezt szerintem akkor a Barbie-hoz tesszük. Jó. Ezek kis pocketnek a gondolom annak a nincs rajtuk semmi jelzés. Mindegy, hozzájuk teszem a kis virágos dolgokat. Random malac. Random pipi. Akkor szerintem ez pocketka legyen. Ezek meg nem tudjuk, hogy micsodák. Na, megjöttem a második szatyorral. Ebbe szerintem ezek a pet shopos kis állatkáknak lesznek a tartozékai. De mindjárt kiderül, bár ahhoz annyira nem értek, tehát ilyenünk még sosem volt, és a boltban sem nagyon nézegettem, de nagyon cukinak tűnnek ezek a kis mindenféle vegyes kis pici állatkák, úgyhogy megnézem, hogy mit rejt ez az acsi. Hát kiborítottam ide az egészet, hogy úgy nagyjából ennyit látunk. Az biztos, hogy... Jaj, egy leesett. Az biztos, hogy ez a Pet Shop házikónak a tartozéka. Azt majd kicsit később fogjuk megnézni, de ebben biztos vagyok, hogy ezt ide felteszem. Kis kanapé. Hát... Hasbro. Jó kérdés. Szerintem ez is. És szerintem ez is. Kis babakocsi, de szerintem ez még Barbie-nak a kis bébi babának is jó lehet. Teljesen mindegy, hogy a gyerek milyen figurával játszik. Na most akkor ő lenne ez a Pet Shop-os cica? Teljesen nem értek hozzá. Ne, ott van! Akkor ő. Hát azt hiszem, hogy talán egy vagy... Itt van még egy talán. Egy-két darab, mert a lányok nem engedték még a figurákat eladni, úgyhogy csak egy-két darab ilyen kis állatkánk lesz. Aha, ő is az. És ő valamin ül. Anya, nézi ezeket a dolgokat itt, hogy miket vett neked, ilyen cicát. Cicát, nyáv. Nyáv, igen. Cicát a lábba.
nem tudom, hogy ő miért áll ezen, és miért nem jön le róla. Ilyen poharakkal zsonglőrködik. Na jó. Nézegetem, aztán jelentkezem. Jó, szerintem én ennek a válogatását feladom, mert ennek nincs értelme. Ez mind ilyen kis mini pet shop tartozék lesz, és teljesen vegyes. Mindjárt kicsit jobban átnézzük. Találtam még egy állatkát, viszont a madárkába így bele van törve valami ilyen standje szerintem. Ezekből is találtam rengeteget. Van gördeszka, akkor ilyen téli dolog, a téli dologhoz, aha, ahhoz van már egy kis hókupac is. Akkor ilyen is, ebből kettő, ugye mondtam, hogy a lányoknak általában kettő dolog volt, tehát mindenből volt duplán nekik. Cicuska, akkor ez nagyon cuki kis, hát ami táska, ugye tudom, hogy ez egy kis kutyuskának lehet a táskája. Csomó-csomó fekhely, ilyen kosár, ilyen szívecske, vagy masnis kosár, padok, akkor ilyen szófa, bárszék, kis puffocska, nem tudom még, hogy ezek a létrák hova vezetnek, meg van egy ilyen fa részlet is, még egy csúszta, még egy ilyen padocska, akkor rengeteg sapit találtam, mert megpróbáltam első körben a alapipikénk. Erre a madárra látni, de hát erre nem sikerült. Valószínű, hogy valami olyannak lesz sapia, akinek van füle. Na, például a cicának. Nem tudom, akartam ráerőltetni. Gondolom, ez valamilyen tigrisnek lehet, ez ilyen eltugró karikája. Naci, vagy sapi? Sapi? Nem tudom. Ide rakjuk a ruhákat. Szóval ilyen teljesen, és ez nagyon cuki kis homokvár. Ez is aranyos, ez egy gördeszka. Rádió, akkor ilyen csontikák, gondolom kaják. Nem tudom, hogy melyik a kis etetőtájuk. Beletesszük ebbe. Van itatótájuk is, nagyon kis helyes. Kis szívószál, napernyő szívószállal. Napernyővel, nem szívószál. Jaj, ez nem tudom micsoda. Ez még olyan kis aranyos, gondolom valamelyiknek a kis játéka, még egy ilyen tányérszerűség, sapika, hát itt aztán most tényleg rengeteg minden van, kancsó. Csak így most így hirtelen olmák. Jaj! Nem tudom, hogy ez micsoda. Valami fotósorozat. Ezt se tudom, hogy ez micsoda. Sapi. És halacska, gondolom ez is valaki, valami cicának lehet az étele, kis vödör. Jaj, az a baj, hogy szétgurulnak ezek a kis apró dolgok. Valakinek a serlege. Hú, valaki valami díjat nyert. Csomót napszemüveg. Érdekes, ezek a dzsungel állatai napszemüveget hordanak. Jaj, ez is nagyon kis arányos kis maci. Gondolom, ezek ilyen szetben lehettek, és minden állatkának ugye megvan a saját kis szetjére, állatokat sajnos nem kaptunk. Úgyhogy ez így egy kicsit nehéz lesz, de hát gondolom, hogy játszani azért ez így tökéletes. Micsoda sushi van itt, meg rákocska, asztal. Hát beszélszünk majd akkor Lizának valamilyen
popcorn. Valami olyan állatkát, amit tetszik neki. Azt hiszem, ez az sem van most az akciósan. Mint hogyha láttam volna 500 forint körül ilyen állatkát, úgyhogy ez nem tudom mi. Úgyhogy szerintem megnézzük, és kap egy párat, ami neki tetszik. Na, még egy ilyen etető, vagy itató tálacska. Ebben a maciból már van jó sok. Ezt mindegyikhez adták ezeket a macikat? Ami most már is, na ez egy másik csomagban volt egy ilyen flamingó, igen. Én emlékszem, még egy maci, jön a maciból már maci. Ez más alakú, sőt ez, nem ez is maci. Még egy maci, na mi ez? Mi ez a rengeteg maci? Alma. Hú, hát ez nagyon izgalmas. Egy kicsi lány lennék, én odáig lennék a gyönyörűségtől, hogy mennyi minden kis kiegészítő van. Hú, ez van, amit utítszik. Kicecskának kaja. Van még egy csontunk. Hú, odáig lennék én itt a boldogságtól. Szerintem Liza is alig várja, hogy játszasson. Holló. Ez kis fényképező, aha, fényképezőgép, de cuki. Aha. Hát, jó. Szóval, még egy tápattogatott kukorica, ez sárga. Van egy kis üdítő szívószállal. Érdekes. Ez valami kis, aha, kincses ládikó. Mi az? Lapát, na hát. Liza talált egy lapátot. Hát, el tudnám még nézegetni szerintem órákig ezeket a kis műgyűröket, és köszönöm, még nekem is tetszik. Jaj, de cuki, szerintem ez valami cicának lehet az alkatrész, tuti. Cica játszik egérkével. De ezeket a sapkákat nem igazán tudom értelmezni, hogy ezt most hogy? Hogy tegyem rájuk? Hú, van egy ilyen, nem tudom mi ez, ruhás kosárnak tűnik, elég furi. Hú, kukorica. Hát, jó. Hát ez egy My Skin Barbie alkatrész, egy újság lenne, na akkor ez viszont nem ide tartozik. Van egy csomó ilyen leterítő, kis törölköző, sál, ó, kis paletta, festék paletta, még egy ilyen helyes kis tányérka. Abban is tudunk tenni egy halacskát. Jó, jól el tudok én itt ezekkel játszani, de nem biztos, hogy ez annyira érdekes lehet másoknak is. Mi Lizával majd egy fél órát, órácskát itt eljátszunk, aztán majd jelentkezünk a következő csomaggal. Ezt én megmutatom, ez nagyon kis szép kis tulipán. Még egy cuki dolog. Hát mak. Hát milyen édi. Nagyon cuki. Hát ezenek nagyon tetszik. Teljesen odáig van a fagyért. Meg ugye az egész mindenség. Csak nagyon picikék, és az a baj. Ha itt hagyom egyedül Lizát velük, akkor ezek valószínűleg szanaszét le fognak esni. Ennek a napjáról, úgyhogy ezekkel óvatosan tudunk majd játszani. Egy kicsit a hallgatásunk abba maradt, mert Liza elkezdett játszani velük.
Közben ezek a kis babák, kiderült, hogy kik ők. Kitettem egy polipokettes csoportba egy kérdést, hogy valaki ismerje őket, mert van hátul rajtuk egy lyuk. És olyan kis érdekesnek tűntek, és kiderült, hogy ők parfümál a babák. Igen, mondjad. Parfümál a babák, elvileg a fejükbe lehetett parfümöt tölteni, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és karkötőre lehet, vagy gyűrűre őket fűzni. Hát ezer éves dolgok ezek, úgyhogy valaki írt a posztomhoz, hogy ha eladó, akkor ő megvenné, mert ő keresi őket. Hát igazából nekünk rájuk nincs szükségünk, szóval ha polipoket lenne, akkor megtartottuk volna, de szerintem nem valami szépek szegénykéim. Főleg, hát kicsit megviselte őket az élet. Úgyhogy hát, hogyha valakinek örömet okozunk vele, akkor tőlem 2000 forintért megvette a 6 darabot. Úgyhogy örülünk. Annyival kevesebb a csomagunknak a költsége igazából. Na, köszönj el szépen tőle, Liza. Köszönj el. Baba. Ja, na, ők akkor utaznak egy új szerető családhoz.